Ilyen lesz a református Jókai új iskola tömbje. Jól látszik a látványterven, hogy hogy fog kinézni az új, három emeletes épület. A régi tornacsarnokot bontották le, hogy a helyére felhúzhassák. A munkálatok ősszel kezdődtek. Azóta folyamatos a munka a nyíregyházi általános iskola udvarán. Most duplán is nehezített helyzetben vagyunk. A járványhelyzet miatt egyébként is sok-sok védekező intézkedést kell letfoganatosítanunk. Az építkezés is megy szépen a maga módján, az udvarunknak több mint a felét elfoglalja most ez a beruházás, de kidolgoztunk ehhez egy olyan intézkedési tervet, amely a testnevelés órák szervezésére vonatkozóan, amely még a járványhelyzethez is igazodik. És mondhatnám, hogy zavartalanul folyik a munka, de hát ez nagyon-nagyon sok odafigyelést kíván nyilván, de szívesen tesszük. Ha elkészül az új részleg, 6 tanterem, egy ebédlő, egy melegítőkonyha, valamint egy tornaterem kap benne helyet. Utóbbi ráadásul kuriózumként a legfelső szinten. Szükség volt a beruházásra, a több mint 100 éve működő és 25 éve a református egyház fenntartásában lévő iskola ugyanis kezdte kinőni eddigi területét. 28 osztályában mintegy 750 diák tanul. Létszámuk az utóbbi évtizedben indult növekedésnek. Számukra szeretnének 21. századi körülményeket teremteni, közben a hagyományos értékekkel sem szakítva. Törekedni kell a református iskolai hagyományoknak megfelelően a szakmai professziónak az elsajátítására, a módszereknek, az eszközöknek a kiaknázására. Úgyhogy van drón, ami segíti a programozás tanulását a gyerekeknek, beszereztünk legújabban olyanokat is, használunk sakkpalota programot, használunk Lego robot, robotika is van nálunk, és igyekszünk arra, hogy megalapozzuk az alapkészségeket, ami a hagyományos nevelésnek az egyik fontos eszköze. Az 1,2 milliárd forintba kerülő bővítést az önerő mellett a református egyház és az állam félmilliárdos támogatása tette lehetővé. Mócsáni Nagy Ágnes igazgató 35 perc című műsorunkban elmondta, szeretnék a karácsonyra elkészülni az új épületrész. Így jövőre már birtokba vehetnék a diákok és a dolgozók, akiknek ezt követően nem kell majd átjárniuk a Besenyei téren lévő ebédlőbe.